Vidaskürti óvodában már több éve tartó, ilyen tartós baráti kapcsolatunk van, mióta a Bábolna település a Vidaskürtöt választotta testvér településnek. Azóta már többször jártunk mi is itt kint Vidaskürtön az egyéb rendezvényeken, illetve az itteni óvónők is jártak már nálunk az óvodába több alkalommal is. Legutóbb tavaly évben találkoztunk a mi gyermeknapi rendezvényünkön, ahova nem csak az óvónőket, az óvoda dolgozóit hívtuk, hanem az óvodás gyermekeket is meghívtuk vendégségbe, hogy velünk együtt töltsék a gyermeknapot. Még ilyen alkalom nem volt, úgyhogy nagyon örültünk a meghívásnak, hogy a tavalyi év példáján felbuzdulva egy ilyen találkozót szerveztek meg számunkra, illetve meghívást kaptunk az idei évben ide a Vidaskürti óvodába, és mivel ugye nálunk sokkal nagyobb létszámú az óvoda, így nem tudtuk az összes gyermeket elhozni, így szűkítettük le a kört csak a tanköteles gyermekekre, és 21 gyermeket hoztunk ki. Az óvónők közül csak néhányan voltunk itt továbbképzés folyamán, illetve amikor a polgármesteri hivatal részéről kaptunk meghívást, mint intézmény vezetők, illetve egy-két dolgozó, akikkel kint voltunk, úgyhogy a dolgozók nagy része még nem járt itt, ezért is örülünk, hogy ki tudtunk jönni, és a többiek is meg tudták nézni, hogy milyen körülmények között élnek itt. Nincs szégyelni valójuk a bábolna, illetve a magyarországi óvodákkal szemben. Náluk sincsenek rosszabb körülmények, mint nálunk néhány intézményben. A mi óvodánk nem panaszkodhat, valóban felújított szép épületben vagyunk, de ők is a saját kezük munkájával úgy díszítik, és úgy szépítik ezt az óvodát, hogy azok a hibák, illetve hiányosságok nem észrevehetőek, amiket ők említenek, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a mindennapi működés során. Egy alkalommal ők hívnak, egy alkalommal mi, tehát valószínű, hogy akkor a következő alkalomban mi leszünk a sorosak. Még igazán terv nincs, de meg fogjuk keresni a megoldást, hogy mikor és hogyan, milyen rendezvényen tudjunk újra találkozni velük. 2003-ban döntött úgy a község képviselőtestülete, hogy egy közös intézményé vonják össze az iskolát az óvodával. Egyelőre teljesen külön épületben dolgozunk, ezért kicsit nehéz a munka, de a tervek szerint nyár folyamán az iskola épületét átépítik, és az óvoda is ott kap majd helyet. Az intézmény úgy működik, hogy egy közös igazgatás van, az intézménynek egy igazgatója van, és külön igazgató helyettese van az iskolának és az óvodának. Tehát az óvoda vezetőnk tulajdonképpen az intézmény igazgató helyettese, aki gyakorlatilag önállóan intézi az óvoda pedagógiai irányítását. A gazdasági irányítást intézzük inkább közösen az iskolából. Eredetileg ezt a környező legtöbb településen és egész Szlovákiában minisztérium vagy inkább kormányjavaslatra tették a községek, a települések. Az eredeti elképzelés szerint ez inkább gazdasági meggondolásból történt. De hát gyakorlatilag egyenlőre nagy gazdasági haszna nincsen, tehát addig, amíg külön épületben működik az óvoda és külön épületben az iskola, a föntartását az óvodának is teljesen külön kell finanszírozni az iskolának is, tehát az eredeti elgondolás, hogy gyakorlatilag pénzt spórolunk meg, ha közös intézményünk lesz, az egyenlőre még nem látszik, tehát ez majd a jövő fogja hozni. Biztos, hogy van előnye is, hátránya is. Esetleg az óvoda szempontjából annyi, hogy az óvoda egy kis intézmény volt itt a faluban, 30-35 gyerek látogatja az óvodát. Jelenleg 3 óvónő dolgozik másfél csoporttal. Az iskola pedig 200 és 250 közötti létszámmal az utóbbi években. Tehát az iskola egy nagyobb intézmény, az óvodát hozzácsatolták a nagyobb intézményhez, tehát nekik ennek van hátránya és előnye is. A gyerekek számára pedig szerintem talán a gyerekek és a szülők számára az előny az, hogy így, mivel egy intézmény vagyunk, közösebb, szorosabb a kapcsolat, tehát az óvodás gyerekeknek könnyebb majd az átmenet az iskolába, szorosabban tartjuk a kapcsolatot, többet járnak az iskolába, többet látnak, ott nem fognak annyira félni az iskolától, mint azelőtt. És hát azon kívül esetleg még anyagiakban is lehet némi előnye, ha az
iskolának van valamilyen pályázati lehetősége, akkor amennyire csak lehet, mindig gondolunk az óvodára, és az óvodások számára is igyekszünk biztosítani ezekből a pályázatokból is. Hidaskürt egy kis falu, ugye, úgyhogy 35 gyerekkel működik ez a kis óvoda, másfél osztály tulajdonképpen. Délelőtt két csoport működik, délután össze vagyunk vonva, így egységesen egy csoport, egy óvónővel. Hárman vagyunk, dolgozunk, óvónők, nálunk dadus nincs, úgyhogy én vagyok, mint óvodavezető, és még két óvónő ezen kívül. Hát a két csoport, az megoszlik egy picit vegyesen, a kis csoport és a nagy csoport. Nálunk kötetlenül működnek ezek a foglalkozások, nem mindig teljes foglalkozás keretén belül, hanem egy picit mindenképpen játékosan, ez az elvünk, játszani, játszani és játszani, és hát a képzőművészet, zenei nevelés, ilyen megismerés dolgok a természetről, ezek mind játékos formában történnek a nap, tulajdonképpen egész nap folyamán. A szívügyünk, ez az óvoda mindannyiunknak. Gyerekek szeretnek is ide járni, és igyekszünk, mivel egész, hát jó, majdnem egész napot itt töltenek, ugye nagy részét, kevesebb időt töltenek otthon a szülőkkel, ezért a nevelésük javarésze is itt folyik az óvodában, és ezért aztán igyekszünk egy picit az érzelmekre hatni, és egy ilyen családias légkört is létrehozni itt az óvodában. Bábolnával régebbi a kapcsolata a falunak, az óvodával még a régi igazgatónő alakította ki a kapcsolatot, és így próbáltuk mi is megtartani ezt. Nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, hiszen mi is tanulunk, és általában magyarországi óvodák egy pici veled lépéssel mindig előbbre járnak, mint mi, úgyhogy nagyon szívesen tanulunk is, meg eszmét cserélünk is. És úgy gondoltuk, hogy ez egy szép hagyomány lenne, hogy ápolni ezt a kapcsolatot, ezért meghívtuk, két éve is egy ilyen gyermekfesztivál volt nálunk, akkor meghívtuk az óvónőket, néhányan eljöttek ide hozzánk, aztán ők hívtak meg bennünket, tavaly ott voltunk a gyerekekkel, nagyon nagy élményben volt részünk, amit ezúton is köszönünk nekik, és úgy gondoltuk, hogy hát ez a legkevesebb, hogy mi is meghívjuk egyszer ide az óvodánkban, és talán ez az utolsó alkalom, hogy ebbe az épületbe. Úgyhogy ezért gondoltuk, hogy most jöjjenek még el. A Hidaskürt jóval kisebb falu, mint Bábolna, ugye most már város, és kevesebb a lehetőségünk, amit be tudnánk itt mutatni, ezért mi azt szerettük volna bemutatni, hogy mi itt az óvodában hogyan dolgozunk a gyerekekkel, és mennyi mindent tudunk csinálni. Úgyhogy a mese az a gyerekeknek egyik lételeme, egy fontosságú eleme, a mese és a játék, úgyhogy erre építettünk mi, és így próbáltuk felépíteni a mai délelőttnek a programját. Gyere, Gergő, nem oda, oda belülünk. Szépen leülünk, a nagy, a bábolna, hopp, minden óriási kívülünk. Igaz, azok a fények fölöttek. Szépen lecsicsülünk, szépen. Oda,